Kovács Ildikó vagyok, a Budakeszi úti óvoda vezetője. A Budakeszi úti óvoda két épületben helyezkedik el. Az egyik épület a Budakeszi út tetején, az erdő szélén, a Kisház egy tövében fekszik, a másik pedig lent a Labanc utca és a Budakeszi út kereszteződésénél, a Remiznél. A két óvoda nagyjából egyformán működik. A nagy különbség mégis az, hogy a Budakeszi úti óvoda 37 éve működik, a Labanc utcai óvoda viszont 7 éve nyitotta meg a kapuit. A fenti óvodában dolgozó kollégáim nagyjából 2-3 évtizede itt dolgoznak, tehát ez egy nagyon összeszokott, több évtizede együtt dolgozó közösség. A lenti csapat több helyről érkezett, nagyrészt fiatalokból álló, de rendkívül lelkes és szuper csapat. Én, ha bármelyik szülő azt kérdezni, hogy melyik óvodát javaslom inkább, nem is tudok választani. Mind a két óvodánkban 4 csoportunk van, mind a 4 csoport vegyes csoport. Természetesen minden óvodának megvan a helyi programja. Nálunk ez 3 nagy fő területre oszlik. Az egyik, ami egyedi és csak a mi óvodánkban van, az idegen nyelvi nevelés. Azt gondoljuk, hogy manapság már az idegen nyelv tudása nélkül lehetetlen, akár már csak az iskolában is jó eredményt elérni. A mi gyerekeink folyamatosan egész nap hallják az angolt, ezáltal nekik teljesen természetes, hogy az angoltanának angolul válaszolnak, vagy tőle angolul kérdeznek. Azt gondolom, hogy minden országot, minden népet a múltja és a hagyományai jellemeznek leginkább, ezért mi néphagyományápoló óvoda vagyunk. A néphagyományápolás és a néphagyomány éltetés az főként az óvónénik feladata, népköltészeti alkotásokat, népmeséket, népi dalos játékokat, az ábrázolás foglalkozáson a népi kismesterségeket hozzák a gyerekek elé, megismertetve velük ezeket a hagyományokat. A néphagyományápoláshoz kapcsolódik még a néptánc foglalkozás, igazából nem tánc, népi dalos játékokat és jeles napokhoz kapcsolódó népszokásokat tanítunk. Ezt viszont nem az óvónénik végzik, Tálas Ágnes és Kis Zsolt kollégáink évtizede járnak hozzánk, és van még a környezetvédelem, a környezet ápolása, gondozása, védelme. Mind a két óvodánkban madarászovi van havi rendszerességgel, madárgyűrűzés, madáretetés, madáretetőkészítés, madárelesékkészítés és egyebek, azon kívül pedig nagy sétákat szoktunk a természetbe tenni. A mi óvodánkban abban a szerencsés helyzetben vannak a szülők, hogy választhatnak csoportot. A nyílt napjainkon a szülők betekinthetnek mind a két óvodába, meg lehet ismerkedni az összes óvónénivel, meg lehet nézni az összes csoportszobát, és mivel mindegyik csoportunkból mennek el iskolás gyerekek, ezért mindegyik csoportunkba tudunk új gyerekeket felvenni. A beszoktatásnak nincsenek szoros keretei, mi nem szabjuk meg, hogy 1, 2 vagy 3 nap, addig lehet beszoktatni, amíg nem érezzük mi, vagy akár a szülők azt, hogy a gyerek biztonságban van, most már el lehet menni. A nehezebben oldódó és egy picit félénkebb kisgyerekeknek is van idejük arra, hogy beszokjanak az óvodába. Nagyon-nagyon nem vártoljuk a sok külön órát, a keveset nyilván igen. 3 külön óra van az óvodánkban, ugyanúgy mind a két óvodában. Az egyik délután, aki tanítani szeretné a gyermekét angolul, Helendoron angolra van lehetőség. A másik az úszás, amit azt gondolom, hogy nagyon fontos, sőt életmentő. Harmadik pedig egy speciális torna, mi katatornának hívjuk, mert a torna vezetőjét Katának hívják. Kata gyermekpszichológus, aki zeneterápiát végez. A hozzáérkező gyerekeket nagyon hamar megismeri, és látja, hogy az árkozottaknak milyen mozgás, milyen zene, milyen mozgásforma szükséges. És az esetleg picit mozgékonyabb, kicsit hiperaktívabb gyerekeket, mivel tudja egy picit lenyugtatni. Szeretettel várjuk azokat a kedves szülőket és gyerekeket, akik a Budakeszi út tetején és a Budakeszi út alján lévő óvodába belépve úgy érzik, hogy ott igazán otthon tudják érezni magukat, és a mamapotló óvónénikkel szívesen eltöltenék az egész napjukat.